Alacsonyi kör. Mit kell erről a kezdeményezésről tudni? Összeálltok fel a termelők, mi a cél, mi a filozófia? Szürettel alakult, tehát első közösen szüretelt borvidéki borral, ugye a közös kéknyelűvel jött létre. Ez nagyon fontos, hogy ne a farok csóválja a kutyát, hogy ne valami marketing koncepció mentén jöjjön létre valami, hanem mi értékteremtésben gondolkodunk, tehát mindjárt egy közös borban testesült meg az, hogy elkezdtük, és eltökéltük azt, hogy ha netán valakit felveszünk a jövőben, akkor mindenképp csak a közös szürettel veszünk fel egy tagot. Ez nagyon hangsúlyos, mert az utóbbi 20 év magyar bor kultúrájának, bor marketingének, piaci elmozdulásainak fontos tanulsága az, hogy nem elég csak kommunikálni. Tehát azért, és nem elég csak valamilyen szinten terméket mögé tenni a kommunikációnak, hanem az egész koncepciónak mégiscsak, ha már annyit beszélünk róla, a cselekedetek szintjén is jelenjen meg, hogy a földtől, a terroártól kell tényleg elindulni. Ez nem elég elmondani egy ilyen interjúban, hanem az egész koncepciónak erre kell épülni. És hát mi szeretnénk, feladatunk is, felelősségünk is ez, a Badacsony névvel kapcsolatban, Badacsony arculatával kapcsolatban, a Badacsonyi bor eredetvédelmével kapcsolatban olyan koncepciót megfogalmazni, ami reméljük, hogy minél több ember számára elfogadható új irány lehet, és egy járható út, egy jövőkép a borvidék számára. Azért azt örömmel konstatáljuk, hogy az összefogás szempontból is lesz április 4-én egy 4x4 kóstoló, ugye a VSOP-val közösen, ami a másik badacsonyi összefogás. Azért elmondhatjuk, hogy Badacsony most nagyon jó szerepel ilyen szempontból, hiszen más borvidékeken nem nagyon hallunk hasonlóról, mint amilyen itt kettő is van összefogásból, és hát hogy mutassuk, hogy mi nem egymás ellen fogtunk össze, ezért egy közös borbemutatónk is lesz, ugye április 4-én 4x4, 4x4, 4x4 pincészet. Én úgy gondolom, hogy méltatlanul kicsi az érdeklődés a szürke barát iránt, és ez nagyon jó értékmérője annak, hogy a magyar borkultúra hol tart, mert épp most beszéltem az egyik legnagyobb kereskedőnkkel, aki elmondta, hogy hát az illatos fajták, meg az illatfontos fajták, meg az illatos fajták dominálják a piacot. Ja, és egyébként vannak más fajták is jelen. De tehát ez nem a borkultúra jele. Valljuk be férfiasan, hogyha az illatos fajták ilyen egyeduralkodó szerepre tesznek szert, akkor ott azon a piacon, abban a szegmensben a bor, azt kb. Egy ilyen alkoholtartalmú soft drinkként jelenik meg. Mi ezért szeretnénk kiemelni, mint Badacsonynak egy hagyományos jelentős értékét, hiszen hát azért leginkább két olyan borvidékünk van az országban, ahol meghatározó ez a fajta, a szürkebarát, és mi erre nagyon büszkék vagyunk, hogy gyakorlatilag középkor óta egy meghatározó fajta a Badacsonynak, és szeretnénk, hogyha egy nagyon nehéz fajta, nagyon igényes fajta, és az igényes bor kedvelők jól felismerhetjük arról, hogy a szürke barátot mekkora becsben tartja. Mi szeretnénk, ha ezekből lenne minél több. Badacsonyi borokat készítünk. Ez sokkal fontosabb, és sokkal inkább közös identitás, mint bármi, amit egyébként hangsúlyozhatnánk, mint különbség.